Gregory Peck főszereplésével, magyar hangja Fülöp Zsigmond, bemutatjuk az 1 millió fontos bankjegy című filmet. Készült Mark Twain elbeszélése nyomán. További magyar hangok. Kovács Nóra, Perlaki István, Elekes Pál, Németi Ferenc, Till Attila, Miklósi György, Dobránszky Zoltán, Felföldi László, Győri Ilona, Dengyel Iván, Usztics Mátyás, Józsa Imre, Izsóf Vilmos, Kerekes József, Bajka Pál, Pató István, Suka Sándor, Földi Teri, Zente Ferenc, Láng József, Újlaki Dénes. A forgatókönyvet írta Jill Craigie. Zenéjét szerezte William Alwyn. Fényképezte Jeffrey Answorth. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. Magyar szöveg Kálmán Éva, hangmérnök Láng Noémi, rendezőasszisztens Szőnyi István, vágó Katona Edit, gyártásvezető Dudásica, szinkronrendező Hazai György. A filmet rendezte Ranald Neim. Hajdanában, Danában, midőn Anglia nagyon gazdag volt, az Angol Bank páncéltermeiben több arany volt, mint bárhol másutt a világon. Biztonságos, járta a mondás. Biztonságos, mint az Angol Bank. Mr. Montpellier íme, remélem prózai kivitelezésével nem fog csalódást okozni. Ellenkezőleg, szerintem ez maga a szépség. Ha nem az örök boldogság, szabad, Oliver? Jó nézni, jó tapintani, jó egészében. Csak még egy van belőle, külföldi kölcsönnel kapcsolatban. Olvastunk róla, az adta nekünk az ötletet. Az ötletet? Gondolom kissé különösnek találja, hogy egy ilyen nagy összegre egyetlen bank egy formájában van szükségünk. Csak ugyan elég szokatlan kívánság. Gondolom valami üzleti tranzakcióhoz. Nagyon fontos üzlethez. Eláruljuk Mr. Gerettnek? Ha már egyszer átmondtál. Nos, a bátyámnak és nekem a szépséges párját ritkító papírdarabkára egy fogadáshoz van szükségünk, Mr. Gerett. Egy fogadáshoz? Fogadást mondott? Nagyon fontos fogadáshoz. Uraim, meg vagyok döbbenve. Döbbenetes, hogy mire akarják felhasználni ezt a bankjegyet. És döbbenetes, hogy nem átalják papírdarabnak nevezni. Engedjék meg, hogy felhívjam figyelmüket a szövegre. Kötelezem magam, hogy a bankjegy bemutatójának 1 millió fontot fizetek. E konzulátus nem nyújt anyagi támogatást a szükséget szenvedő amerikaiaknak. Ez bizony baj. Azt hittem, ez a megfelelő hely. Azért igyekszünk honfitársainkon segíteni. Esetleg elhelyezhetjük egy teherhajón, ahol ledolgozhatja a hazaszállítását. Nem kaphatnék itt valamilyen munkát? Ha egy-két hét múlva visszajönne, utána nézhetünk. Egy hét az túl sok idő. Ha csak egy kis hitelt kaphatnék, amivel ki tudnám húzni, amíg magam találok munkát. Némi kölcsönt adhatunk, ha garantálja a visszafizetését. Tud valamilyen garanciát nyújtani? Hát helyén a fejem, és van két erős karom. Remélem, ez önnek elég garancia. Nem, ez távolról sem garancia. Rengetegen jönnek hasonló kéréssel. Ha egyszer kivételt tennénk, többé nem volna megállás. Ha óhajtja, nap mint nap eljövök jelentkezni. Sajnálom, de nem megy. Viszont egy shillingért beléphet az angol-amerikai társaságba. Ott összekerülhet emberekkel, akik esetleg segíteni tudnak. Azt hiszem, jobb, ha én próbálok segíteni magamon. Hát, ahogy gondolja, uram. Jöjjön vissza, ha nem jár szerencsével. Azt teszem. Vehetek egyet? Ó, tessék csak. Jó, sajnálom. Elfogyott. Köszönöm. Friss meleg a fánkom, tessék a friss meleg fánk. Itt a meleg fánk, tessék a fánk.
Sose hittem volna. Fiatalember! Szíveskedne egy percre befáradni? Én, uram? Igen, ön? A főbejáraton, balra. Kérem! Jó reggelt, uram! Méltóztassék befáradni. Engedelmével mutatnám az utat. Az ifjú úriember. Köszönöm, James, távozhat. Üdvözlöm, Mr. Adams. Henry Adams. Jöjjön és foglaljon helyet, Mr. Adams. Köszönöm. Ön ugye amerikai? Az volnék, New Englandi. Mennyire ismerős Londonban? Semennyire, most vagyok itt először. Ellenére volna, Mr. Adams, ha feltennénk önnek néhány kérdést? Csak tessék. Megtudhatnánk, mit csinál ebben az országban? És hogy mik a tervei? Egyszerre csak egyet, Olivier. Nincsenek különösebb tervei, munkát szeretnék találni. Tulajdonképpen véletlenül csöppentem ide. És hogyan lehetséges? Tudják, van otthon egy kis vitorlásom. Mindössze 7 méteres, de ragyogóan szolgál. Nos, 4 héttel ezelőtt egy szombaton kihajóztam az öbölből, és... Folytassa. Hol tartottam? Kihajózott az öbölből. Igen. Szóval vihar támadt. Egyre mélyebben sodort a tengerbe. Nem tehettem mást, küzdöttem az árral. Másnap reggel már épp elbúcsúztam az élettől, amikor felszedett egy hajó. És ez a hajó elhozta Angliába. Úgy van. Némi fizetetlen kisegítő szolgálat fejében, ami egyúttal a zilált külsőmre is magyarázott. Ó, emiatt ne aggódjék. Ez kifejezetten előny. Nem egészen értem. Mondja, Mr. Adams, milyen munkát végzett odahaza? Egy hajóépítő cégnél voltam állásban. Tudnának esetleg önök valamilyen tisztességes munkát szerezni nekem? Türelem, Mr. Adams. Ha nem túl indiszkrét a kérdésem, van önnek pénze? Az igazat megvalva, egyetlen vasam sincs. Micsoda szerencse, Roderick, micsoda szerencse! Lehet, hogy önöknek szerencse, uraim, de részemről nem tartom annak. És ha ez valami tréfa akarna lenni, akkor köszönöm, de nem kérek belőle. Most pedig bocsássanak meg az urak. Ne menjen, Mr. Adams, nem vagyunk mi érzéketlenek, ha bár a bátyám kissé tapintatlan. Olivier, add oda a levelet. Magam is épp ezt akartam tenni. Már is. A levél. Nekem szól? Önnek. Ne bontsa még fel, csak később szabad. 2-kor. Egy perccel sem előbb. Hát ez nevetséges. Nem nevetséges, pénz van benne. Vagy úgy, hát ide figyeljenek, nincs szükségem könyöradományra. Tisztességes munkát szeretnék, és amennyiben nem miért tudnak... Miért tárgyaljuk a tisztességét? Ezért is adtuk önnek a levelet. James kísérje ki az sok szerencsét. Mégis, megmagyaráznák, mit jelent ez az egész. Rövidesen megtudja. 2 órakor, Mr. Adams. Pontosan 1 óra és 10 perc múlva. 1 óra és 10 perc múlva. Erre, uram. Mr. Adams, 1 perccel sem 2 előtt. Megígéri? Megígérem. Minden jót. Értelmes, becsületes, idegen Londonban. És egy vasa sincs, amit magára költhet. Tökéletes.
Ez az asztal foglalt, oda tessék. Tessék. Horace, vedd fel a rendelést. Hozzon egy csonkát tükörtojással, egy szép, nagy, szaftos bífteket dupla körítéssel, de extra vastag legyen. Nem lesz szép, olcsó. Ez világos. És hozzá egy kancsó jó hideg sört. Pincér, ugyanezt még egyszer. Még egyszer? Mondj úgy. És töltse fel. Valami baj van? Nem, nem uram. Még egy adagot rendelt. Minden estül. Ki tudja majd fizetni? Meg kell kockáztatni. Szolgált ki, Horace, de ne spórolja múcsinggal. Tojás, sonka sült, burgonya, babsárgarépa kétszer, gyümölcs, sajt, kávé, két kancsó sör, 3 shilling 10. Köszönöm. Várna még néhány percet? Mire kéne várnom? Hagyd, majd én. Pompás ebéd volt. Tudja, bámulatos, hogy egyszerű étkek milyen élvezetet nyújthatnak, ha egy ideje nélkülöztük őket. Nagyon érdekes. Akkor most fizessem, hogy foglalkozhassak a többi vendéggel. Pontos az órájuk? Valamennyit siet. Siet. Mennyit siet? 2 percet. Köszönöm. Nézzem, nem akarok kellemetlenkedni, de szíveskedne rendezni a cehje. Hát hogyne, de tudja... A cehje, uram. Igen, tudom a cseh. Pontosan. Hát jó. Nem hinném, hogy ez a pár perc különbség számítana. Igazán sajnálom, de nincs nálam. Egy pillanat. Maggie! Nézd! Gondolod, hogy valódi? Mr. Clemens! Mr. Clemens! Mi van? Mr. Clemens, megnézni ezt a bankót. Gondolja, hogy valódi? 2 ilyen címletű bankjegyet bocsájtottak ki, de ez semmiképp nem lehet hamisítvány. Miért nem? Mert túlságosan felhívná a figyelmet, melyik hamisító vállalná ezt? De nézze, a tulajdonosát milyen ágról szakadt. Csak arra tudok gondolni, hogy egy különc milliomos. Egy különc milliomos. És te a legvacakabb helyre ültetted, azonnal kövesd meg. Sajnálom, uram, de nem tudom felváltani.
De hát ez minden, amin van. Ó, hát emiatt ne aggódjék, uram, nem probléma, igazán semmi probléma. Végtelenül megtisztelő, hogy egyáltalán betette a lábát a mi szerény vendéglőnkbe. És reméljük, bármikor nyugalomra van szüksége, felkeres minket. Ez kedves magától. Tőlem. Öntől, uram, legyen szerencsénk bármikor és fogyasszon, ami csak jól esik. Az ön puszta jelenléte is jutalom számunkra. De lehet, hogy jó ideig nem visz erre az utam. Jól is néznénk ki, uram, ha nem bízhatnánk meg egy olyan gazdag úriemberben, mint ön. Még ha meg is tréfálja a világot az öltözékével. De, ami meg a cehet illeti, kérem, felejtse el. Semmi jelentőség, abszolút semmi. Nagyon köszönöm, ez igazán kedves. Mi tartozunk köszönettel önnek. És köszönöm is, szívem legmélyéből. Hajt valamit, uram? Emlékszik rám? Igen, uram. Sürgősen beszélnem kell a gazdáival, ugyanis... Elmentek, uram. Elmentek? El külföldre, uram. De egy órával ezelőtt még itt voltam. Egy hónap múlva térnek vissza, uram. Mához egy hónapra. De hát nem lehet, hogy... A csatolt bankjegyet egy hónapra kapja kölcsön. Amennyiben ez idő leteltével érintetlenül szolgáltatja vissza, választhat mindazon állások közül, amelyeket módunkban áll megszerezni. Mellesleg, hogy tudja, fogadtunk önre. Minden jót. Ó, barcsúnya papír a kisbaba harcáról. Várjon! Várjon! Hé! Hé! Bocsánat! No! Készüljetek a végítélet napjára! Készüljetek a végítélet napjára! Készüljetek a végítélet napjára! Készüljetek a végítélet!
így jobból vagy. Moderáld magad. Öltönyt szeretnék, ha volna valami kész holmiuk. Oda menjen. Egy öltönyt szeretnék, amit mindjárt fel is vehetnék. Kész öltönyt, óhajt. A lépcsőn le. Köszönöm. Elnézést a zavarásért. Tudna valamilyen kész öltönyt mutatni? Majd csak találunk valamit, erre tessék. Olyasmire gondolok, amit valaki csináltatott, de nem vett át. Olyan nálunk nem létezik, uram. Na, ez jó lesz. Szóljon Toddnak, szolgálja ki gyorsan, és rakja ki hátsó ajtón. Igen, uram. Ilyet viselnek mostanában Angliában? Igen, ez a legújabb divat. Tessék a nadrág. Hát? Mr. Reed üzeni, hogy rakja ki a hátsó ajtón, de mielőbb. Tudom, mit teszek. Nézze, mit hoztam rá. Kissé rikító, nem gondolja? Attól tartok, uram, nem találunk jobbat. Tekintettel az ön méretére. Igen, tudom. Egyelőre megteszi. Megveszem. Jó, becsomagolhatom? Nem, magamon tartom. Ha lehetne, most nem fizetném ki. Szeretnék önöknél folyószámlát nyitni, és egy hónap múlva fizetnék. Ugyanis pillanatnyilag nincs nálam apró. Na persze. Mert ugyebár egy ilyen úr, mint ön, csak nagy pénzt tart magánál. Nézze, fiacskám, én a maga helyében nem gúnyolódnék. Én csak nem akarom zavarba hozni egy nagyobb címletű bankjeggyel. Nem akartam megbántani, uram, de miből gondolja, hogy nem tudunk egy nagyobb bankjegyet felváltani? Hát igenis tudunk. Ez esetben semmi probléma. Mi az? Mi van? Mi történik itt? Csak várom, hogy visszaadjon. Na rajta, adjon neki vissza. Egy, kettő. Adjak vissza. Hát? Hogyan? Ez volna az, amit a szerdai lapokban láttam? Vagy a csütörtöki? Vagy a csütörtökiekben? Azt gondoltam, sose lesz részem abban, hogy ilyet a kezembe tartsak. Van a bolond, kötözni való bolond, hogy az urat a boltnak ebbe a zukába viszi. Mintha még nem lett volna dolgunk milliomosokkal. És ő vegye le ezt a zakót, uram, hát ez a szemétbe való. Küldje Jacket, Williamet és Arthurt. Engedjen meg, hogy erre méltóztassék. Remek a tánca. Tudja, a Halifaxi hospodárnak készült. Hajszára uraságod alkata volt. 2 centit az újból. 2 centit az újból. A nyakkendők, uram. Azt mondtam, az újakat ne kezd fél. Igenis. Holnap reggel nekilátunk a gárdrobjának. Csinálunk egy utcai öltönyt, egy frakkot, ugye, egy az operában. Egy pillanat, nem kell nekem annyi öltöny. Én csak egy öltöny értöttem ide. A mellények, uram. Köszönöm. 35. 35. Hát ezek nélkül nem húzza ki a szezont. 30 öltöny a legkevesebb. Lord Reddington 18-ra szavaz. Most pedig a hátahossza. Nem, ennyit nem rendelhetek meg. Lehet, hogy sokáig várnia kell a fizetésre. Na és aztán boldogan várunk, kérem, akár az örökkévalóságig. A köpenyek, uram. Köszönöm. Egy gondolatnyi sarkítás. Egy gondolatnyi sarkítás. Mi legyen a kerékpár öltönnyel? Napjaimban nagy divat a kerékpározás, és persze itt van az eszkot is. Nem áll szándékomban kerékpározni, még kevésbé eszkottozni. Vitorlázás a hobbim. Királyok sportja. Nagyon is helyén való olyan személyiségnél, mint ön.
Azt hittem a lóverseny a királyok sportja. Hát a vitorlázás után. Hajszányi svejfolás. Hajszányi svejfolás. Így jegyezze föl, egy jachtöltöny. Egy jachtöltöny. A kamásdik. Köszönöm. És egy hajszállal szélesebben a száknyakát. Egy hajszállal szélesebbre. Megtiszteltetésnek tartjuk, hogy egy ilyen kiválóságot felkészíthetünk a szezonra. Ezzel fukarkodni méltatlan lenne önhöz, Mr. Adams, és káros számomra. Az új nyakkendőgel elkészül. Helyes, addig visszabújok ebbe. Ó, Istenem, milyen megalázó. De hiába nincs más lehetőség. A címet, Mr. Adams? Nem tudom megadni, épp szállást változtatok. Hát legjobb, ha a Bumblesba költözik. Mi az a Bumbles? Az önnek legmegfelelőbb hely, maga a csönd és diszkréció. Szerencsére van is egy rokonom a vezetőségben. Bízza csak rám. Igazán? 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 Nagyon köszönöm, Reed. Igazán leköteleztél. Melyik lakosztály szabad az első emeleten? Egyik sem. Williams, írja össze kérem a fogadó személyzetet és a portásokat. Igen, uram. A nászutas lakosztály. Mikor rendezte utoljára Fregner hercege a számláját? 6 hónapja, uram. Kibenderítem. Igen, uram. Készítsék elő a lakosztályt. Küldjön fel friss virágot, rózsát és szegfűt. Kérném, hogy megkülönböztetett figyelemmel kövessék mondandómat. Új vendéget várok. Egy bizonyos Mr. Henry Adams-et. Az öltözködése némileg excentrikus. Eltér a vendégeinkétől. Mindazonáltal vegyék olybá, mintha olyan korrektül lenne öltözve, mint egy admirális. Természetesen a szállodánkra annyira jellemző diszkrécióval fogják fogadni. Ugyanis egy amerikai milliómos. Nos, menjenek is lessék. Higgyel, kegyelmes uram, csak is az ön nagyobb kényelme érdekében. Oda át senki sem fogja zavarni az éjszakáit. Ebben sem zavarta senki az éjszakáimat. Bár csak zavarta volna. Azt a szobát ön előtt Lord Howard of Howard lakta. Nem ismerem. Én pedig itt vagyok, és itt is maradok. Na, mit jelentsen ez? Na, kifelé? Hes! Folytassák. Biztosíthatom, uram, hogy ez csak átmenet. Ott egye meg a fene. Természetesen nem kívánhatjuk, hogy ön csomagoljon össze. Hát ez tűrhetetlen. Na rajta, kivele? Mit jelentsen ez? Az átköltözés valamennyi aspektusát figyelembe véve ön méltányolni fogja annak előnyeit. Ez természetesen némi engedménnyel jár. Engedménnyel? Akkor legyen. Ő is ott lesz. Efelől a gondnok rendelkezik. Mellesleg, lévén az új szoba a személyzeti traktus alatt, kegyelmes uram szabadabban hódolhat a zenei hajlanainak. Igen. És most halljuk az igazat. Kit akar berakni ide? Rajta? Ki vele? Engem nem tud átverni. Egy bizonyos Henry Adams-et, egy amerikait. Egy amerikait? Egy amerikai milliómost. Azt akarja mondani, hogy egy amerikai pénze többet ér egy angol úr nevénél? Ez katasztrofális. Hát idáig süllyed ez az ország. Várjon, kérem. Jó napot, uram. Szabad? Erre, uram. Már vártuk. Méltóztassék. A szobánk a lehető legkényelmesebb. Végtelenül örvendek. Elnézést, hölgyeim. Szép jó estét, uram. Isten hozta mi nálunk. Parsons, mit tátja a száját? Vigye az úr bőröngyét. Igen, uram. Szabad, uram?
Parsons, azonnal álljon föl! Erre szíveskedjék. Végtelenül megtisztel, uram, hogy nálunk száll meg. Itt minden kényelmet megtalál. Isten hozta, uram. Wilcox a vendégkönyvet. Igen, uram. Szíveskedjék aláírni. Itt, uram. Köszönjük, uram. És most szíveskedjék követni. A NASZ utas lakosztályt rezerváltuk önnek. Bocsánat, uram. Hát ezt meg mi a csodára használhatja? Vegye fel, Parsons, vegye fel! Mi, mint ősi nemzet, nagyon tudjuk értékelni a jó humort. Erre szíveskedjék, uram. Elnézést, uram, reméljük nem érte károsodás. Ha visszatenné a bőrönbe, felvisszük a lakosztályába. Ez volna hát a Bumbles. Igen, uram. Már várják önt. Elnézést. Mr. Henry Adams, uram. Adams? Azt mondta Adams? Az volnék. Úgy tudom, itt várnak rám. Mr. Adams, esedezzem bocsánatáért, felettébb szerencsétlen félreértés történt. Maga impasztor! Parsons, ezért számolunk. Szíveskedjék távozni. Azt mondtam, távozzék! Aláírná a vendégkönyvet. De mégis, mi történik itt? Tévedett az egyik portás. Dobják ki. Az ostoba önnek nézte ezt a fickót. Ez megbocsáthatatlan. Engedelmével? Séta! Erre tessék! A rendőrséget, Williams, a rendőrség... Ne, ne, egy pillanat, nem kell ide rendőrség. Majd én elbeszélgetek az úrral. Nem tud beszélni. De ez nem gátolja az ivásban, igaz? Jó. Akkor legyen szíves, vezessen minket a lakosztályunkba. Igen, Mr. Adams, lássák el a sérülteket. Erre tessék. Gégegyulladás? Boxoló? Erőművész? Ejha, varieté? Cirkuszban? Tudod, Isten, mi az igazi cirkusz? Látod, Rock, akárhogy is nézzük, nyakikben vagyok a pácban. Elég csak kódorogtam és munkát kerestem. Erre ez történt. Nem én akartam. De ha már benne vagyok, kiélvezem. És itt jössz te be a képbe. Nagyon elfoglalt vagy mostanában? Prima. Segíthetnél az elkövetkező 4 hétben, hogy épségben megtartsam a bankjegyet. És én revanzsálok, amit megkapom az állást a két öregtől. Na, mit szólsz? Helyes. Biztos, hogy jó állás lesz. Évi 500 fontos legalább. 600? Tudod mit? Igazad lehet. Addig is... bele kell törődnünk a helyzetbe. Egy hónapig Henry Adams az amerikai milliómos leszek. Egy különc amerikai Londonban. 1 millió fontos bankjegy. Henry Adams a mellényzseb milliómos. Nincs ez kicsit eltúlozva?
Nem? Na jó. Akkor indulás. Jó reggelt. Jó reggelt, tisztelt. Jó reggelt, uram. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Konzulátusunk népünket van hivatva szolgálni. De ön nem ad módot, hogy szolgálatára lehessünk. A lapokból kellett értesülnöm itt létéről. Meddig marad? Hát az attól függ, majd elválik. Helyes. Épp a szezonra jött. Kit ismeri? Egy lelket se. Kivéve képvivért a Belgrave Square-ről, valamiféle Olivert és Roderickot. Ó, a Montpellier, kiváló úri emberek. Nem kérek. De Mr. Adams, a saját különleges havannám. Ó. Most, hogy itt van, megnézzük, mit tehetünk önért. Hangot kell adnom rossz hallásomnak, amiért nem jött előbb. Hát, ez nem egészen így van, uram. Az igazság az, hogy már jártam itt. Miért nem tudok róla? Ugyanis, akkor éppen, szóval pénzzavarban voltam, sőt, még vagyok is. Tudja, ez a bankjegy itt... Szólt se többet, Mr. Adams. 100 font kisegíteni? Ó, ez nagyon szép öntől, de nem fogadhatom el. Ugyan már. Hozzon azonnal 100 fontot Mr. Henry Adamsnek. 5-ös címletekben. Köszönöm. Hisz azért vagyunk itt, hogy segítsünk honfitársainkon. És most térjünk át komolyabb dolgokra. Meg kell nyitnom néhány ajtót ön előtt. Társasági krónika. Mr. Henry Adams részt vesz Cromerty hercegnő fogadásán. Mr. Henry Adams! Örülök, hogy eljött Mr. Adams. A férjem. Üdvözlöm. Ez a féle ceremóniamentes összejövetel. Remélem, jól fogja érezni magát. És ha meglátom, hogy valamelyik átlagosnál kitartóbb barátom magára akaszkodik, ott termek és megmentem tőle. Ó, Lord és Lady Herlingham. Mr. Henry Adams, Lord és Lady Herlingham és Lady Jane. Lady Jane imádja a lovakat. Érdeklik önt a lovak, Mr. Adams? Ó, igen, hogy ne. Bár ami azt illeti... Szeretném, ha megismerkedne Váldronékkal a Gloucestershire ágról, ha nem veszik rossz néve. Ah, dehogy is. Sir William McLean. Elragadó. Ha igazában meg akarja érteni a britteket, látogasson el a lordok házába. Eljönne velem? Igen, hogy ne. Bár ami azt illeti... Ó, Mr. Adams, feltétlenül meg kell ismerkednie Mrs. Uker Orszel. Bocsássanak meg. Davignon grófnő. Milyen elbűvő. Imád teniszezni. Egyszerűen képtelenek vagyunk távol tartani a Wimbledonunktól. Önöknél is kultiválják a teniszt. Igen, hogy ne. Hadd mutassam be önnek William Gerridge-on, kiváló geneológus. Önnek is felkutathat ősöket. Bocsánat. Micsoda tartása van. Meg kell hívni egy tejára. Igen. Sok amerikai fedezett már fel távolba nyúló családra. Látja, mit mondta? Az ön nevével komoly esélyei vannak hazájában. Végtére is. Az Adams igencsak régi név. Hát igen, igen, ami azt illeti... Két férfi. Most elviszem és kap egy teát. Gyalázatosan elhanyagoltam. Ha így fest az elhanyagolás, milyen, ha komolyan törődik valakivel? El kell jönnie egy vacsorámra. Bácsikám! Tessék, kedvesem! Mr. és Mrs. Carmichael! Szeretnék szót váltani Mr. Adams-el. Vesd be magad a kamarodásba. A teraszon szeretném, kettesben. Téged is elbűvölt? Csak meg akarom nyerni Grace néni jótékonysági akciója számára. Oh. 1 millió most nagyon jól jönne nekünk. Hát, ha erről van szó, kedvesem, ám legyen. Mindent elkövetek. Lóverseny, lordok, lovaglás, kerékpározás. Szegény Mr. Adams egészen belefáradt. Kedvesem, Jeffonika beszélni szeretne önnel. Teljesen magánkívül van a fia miatt. Összeállt azokkal a szörnyű liberálisokkal. Ó, a szégyentelen. Ez már a háziasszony sorsa. Egyedül ő nem választhatja meg a társaságát. Sajnos el kell ragadnom önöktől, Mr. Adams. Van egy rokonom, aki az életemet pokollá teszi, ha nem mutatom be nekik. Erre, Mr. Elnézést kérek. Ennyi hol lehet? Itt hagytam ennél az ablaknál.
Semmi baj, annyi kellemes emberrel találkoztam. Nem, ezt nem ússza meg. Az unokahúgom nagyon elszánt teremtős. Lehet, hogy kiment friss levegő szippantani. Hát itt vagy. Üdvözlöm. Mr. Henry Adams, az unokahúgom Porsche Lansdown. Üdvözlöm. Attól tartok, alaposan kifárasztották, Mr. Adams. Csak ugyan. Azaz, hogy nem, te vagy. Megbocsájt ez kedvesen, de vissza kell mennem a csatatérre. Nem ülne le? Köszönöm. Szegény bácsi, épp úgy utálja Grace néni mestéjeit, mint én. Csak fecseg, csacsog mindenki. De senki nem mond semmit, igaz? Hát igen, semmi komolyat. Angol fogadásokon a komoly beszéd egyszerűen nem ildomos, Mr. Adams. Tényleg? Enyhén szólva. Az egyedüli, amivel meg lehet szabadulni a háziasszonytól. Esik. Kár. Idekint sokkal jobb volt. Erre jöjjön. Szaván fogom, Mr. Adams. Még mindig jobb idekin? Jobb, mint bárhol. Itt bújócskáztam kislánykoromban. Csodálatos lehet ilyen helyen felnőni. Gondolom, az ön körülményei ezt messze túlhaladják. Hát, ami azt illeti... Esik! Ha visszamegyünk, nem fogadnak majd némi rosszallással? De, ki kell majd találnunk valamit. És nem mondhatnám azt, hogy csodálatos volt pár percet a legelragadóbb lénnyel eltölteni. Szakad az eső. Csapdába esett, igaz? Nekem jó. De mi lesz önnel? Van egy ötletem. Azt mondjuk, hogy az anyátlan csecsemők otthonát beszéltük meg. Mit? Az anyátlan csecsemők otthonát. Aha. Ezt nem veszi be senki. Már hogy ne vennék? A néném kedvenc jótékonysága, és egy milliómostól elvárják, hogy beszálljon jótékony akciókba. Mert beszáll, ugye? Hát igen, természetesen, csak... Akkor megpecsételi azzal, hogy eljön az új létesítmény avatására, jövő szerdán. Mármint, ha a kedve tartja. Maga ott lesz? Persze. Ott leszek. Ha lenne szíves ide nézni, Mr. Adams, legyen szíves, nézzen ide. Most jó. Köszönöm. Bravo! Elragadó volt. Megyek, nővér! Tündéri, igaz? Tündéri. És most, hölgyeim és uraim, elérkeztünk utolsó programpontunkhoz. Hála barátaink nagy lelkűségének kifizettük-e házról a jelzálogot, és biztosítottuk a fenntartását egy évre. De a távolabbi jövőre is gondolnunk kell, és meg kell ragadnunk minden alkalmat annak biztosítására. Ezennel árverésre bocsátom ezt a pompás, modern vázát, Mrs. Lansmise nagylelkű adományát. Hogy beindítsuk a licitálást, a férjem elsőként felajánl 20 fontot. Lássuk, ki ajánl többet érte. Rajta, hölgyeim, uraim, 20 font. 30 font. 30 font, ez nagyszerű kezdés, tehát 30 font. 40 font. Pompás, 40 font először. 70 font. Ó, Mr. Adams, hálásan köszönjük, igazán megható. 70 a szerencse számom, elragadó. Nos, barátaim, egy különleges darabért 70 font ajánlatom van. 80 font. 80 font, mennyire megéri? Ideje, hogy felgyorsítsuk az iramot. 80 font és 10 shilling. 80 font és 10 shilling, Mr. Henry Adamstől. Milyen elbűvölően bizarr gesztus. 100 font.
Köszönjük, köszönjük! 100 fontnál tartunk? Ha, ez már 3 jegyű szám. Mit szólnának 120 fonthoz? Értem. Nos, ki ajánl 100 fontnál többet? 500 font. 500 font, nagyszerű! 1000 font! Ó, oh, Mrs. Milford, hálásan köszönjük. 1000 font. 3500! 4000! Kezd izgalmassá válni! 4500! 4500 fontnál tartunk. Ki hajlandó egy csodálatos 5000 fontos összegre felkerekíteni? 5000 font! 5000 font! Mr. Adams! Mr. Adams 5000 fontot ajánl fel! Egy pillanat! Nos, van-e valaki, aki 5000-nél többet kínál? Ki kínál többet? Akkor 5000 fontért Mr. Henry Adamsé a váza. Először, másodszor, elkelt! Látja, ezt nagyon ügyesen csinálta. Egy percig már azt hittem, nem licitált többé. A vázája, Mr. Adams? A vázája? Bravo, bravo! Jól van, Everett! Bravo, bravo! Jól van, Everett! Kórházak és gyermekek segélyezésére. Egyházak segélyezésére. Állatok segélyezésére. Hagyjalak békén, nem tudok fizetni, nem tudok fizetni. Rock! 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 Ez így nem mehet tovább. Nem, egy napig sem. Nyakig ülünk az adósságokban, és egyre mélyebbre merülünk, mint a futóhomokon járnánk. Mennyink van még a követ pénzéből? Mind elment. Jótékonyságra. Sokba kerül milliómosnak lenni. Valahogy el kell pucolnunk innen, meg kell lapulnunk valahol a hónap végéig. El kell mennünk valahová, mindegy hová, csak el innen. Rád bízom. Nagy kő esett le a szívemről. Látul vége a maszkaválnak. Rock, nézd! Hallgasd! Szagold. Még én járom a boá bulonyt, körém sereglenek. Ez milliómos, mondják. Más nem is lehet. Rock, maradunk. Éjjel minden sötétebben lát az ember. De most ragyog a nap, dalolnak a madarak. Nem dobhatjuk be a lapjainkat, míg a parti javában tart. Hampshire House. Orsa. Ma este elmondom neki az igazat. Megmondom kereken, hogy még az ink sem az enyém, ami rajtam van. Négy szem közt szeretnék beszélni. Mikor?
Most. Nagyon fontos mondani valóm van. Jó estét, excellenciás. Elragadó volt. Ő kegyelmessége a zeneteremben. Ó, az amerikai követ Mr. Adams egy barátjával. Egy barátommal? Igen, valami Isborn vagy Whirling nevű úrral. Az amerikai követ ő excellenciája és Mr. Lloyd Hastings. Megbocsájt. Örülök, hogy eljött. Jó estét, kedvesem. Á, követ. Mr. Adams, ez Mr. Lloyd Hastings. Üdvözlöm. Köszönöm a meghívást, hercegnő. Már nagyon vágyott a régi barátja. Te aztán semmit sem változtál. Boldog vagyok, hogy újra láthatlak. Jó 10 év után. Az apjával dolgoztam. Csak ugyan? Amint megláttam a fotódat az újságokban, elhatároztam, hogy előkerítlek. Keresünk egy csendes zúgot, ahol elbeszélgethetnek, de előbb hadd mutassam be a családomat. Akkor utána, helyes? Helyes. Mindig tudtam, hogy ez a fiú még viszi valamire. A férjem. Már kamaszkorában jelintem. Ne zavartassa magát, herceg. Maradjon csak. Folytassa a tovább a játékot. Betegség. Ez az apám, Sir John Lenson. Megszállom közöttük a első kérdésokat. Örvözlöm. Tüneményesen fest itt a holdfényben. Így még inkább nehezemre esik elmondani, amit szeretnék. Itt a holdfényben a szavak úgy tűnik feleslegesek. Igen, csak hát nekem egy vallomást kell tennem, és nagy zavarban vagyok. Ez teljesen érthető. Ilyenkor mindenki zavarban van. Nem tudja, miről van szó. Lehet, hogy nem fog örülni neki. A válaszom az lesz, amit remél. Bárcsak így lenne. Így lesz. Ugyanis már tudom is. Tudja. Azt hiszem, kezdettől tudtam. Nekem is egy vallomást kell tennem. Ugyanúgy érzek. Borsa. Ugye, nem tart túl szabadosnak. Várjon egy percet, valamit el kell mondanom, ami most még fontosabb. Nekem is nagyon sok fontos dolgot kell elmondanom. De ne rontsuk el ezt a percet szavakkal. Úgy tűnik, itt nincs helyük. Borsa! Hol vagy? Hol van Mr. Adams? Mr. Hastings beszélni akar vele. Segítened kell, Harry. Itt most elmondhatom az egész históriát. Bajban vagyok, és te játszikönnyedséggel kihúzhatsz belőle. Mindenemet befektettem egy aranybányába, a jó reménységbe. Gondolom, hallottál róla. Jó üzletnek kínálkozik, de több tőke kell hozzá, és itt jössz te be a képbe. A te segítségeden múlik a siker vagy a teljes bukás. Ha beszállsz, egész rövid időn belül elérhetnénk az aranytelért. Jó, jó, igaz, hogy évek óta nem találkoztunk. De jó barátja voltam a családnak, és tudhatod, hogy nem foglak átrázni. Mindeddig egy vasat se pocsékoltunk el, de váratlan kiadások merültek fel. Egy komoly erdőrészt kellett kivágatnunk. De ha pénzhez jutunk, nincs több probléma. Az az ötletem támadt, hogy új társaságot alapítunk, és minden részvényesnek lehetőséget nyújtunk új részvények jegyzésére. Szeretném, ha megnéznéd a papírokat. A Bumbles, uram. Á, nagyszerű. Megérkeztünk. Gyere fel egy italra. Akkor most halljuk a sztoridat. A sztorimat? Még egyszer? Hogy még egyszer? Jó reménység, Henry. Jó reménység. Ez az. Henry, megrémítesz. Mi történt veled a Hampshire House-ban? Elnyertem a világ legbájosabb lányának a kezét. Cromerty hercegnő unokahúgát? Úgy. Mindennek a tetejében még az arisztokráciába is belősülsz. Na hát, gratulálok. És most beszéljünk a bányáról. A föld megvan, és benne az arany.
Tonna számra, Henry. Még másfél métert kell haladnunk, és elérjük alig egy hét alatt. Gratulálok, befutott ember vagy. Tönkrement ember vagyok, Henry. Mindenemet elnyelte a bánya. Nincs tartalékom, oda minden pénzem. És ha a részvények tovább esnek, végem. És nincs tőkés a városban, aki megkockáztatná. Érthető, mi tőkése, féltjük a pénzünket. Henry, én nem pénzt kérek tőled. Ó, nem pénzt, akkor hát mit? Azt mondd meg, bízol-e bennem? Apám bízott, és nekem ez elég. Akkor csak azt kérem, hogy használhassam a neved. Ez minden, Harry. A te neved kell egy hétre. Hát, felőlem használhatod. De mi köze a nevemnek az aranybányádhoz? Egy milliómos neve. Megmenti az életemet. És neked is hasznodra lesz. Ez hétszentség. Ó, újra felemelkedem. És magammal emellek téged is magasabbra, mint valaha. Te is keresni fogsz rajta. Száguldó rakéták leszünk a tőzsde kellős közepén. És veled mi történt a Hampshire House-ban? Mr. Walter Credo! Mr. Walter Credo! Nekem szólt. Igen, uram. Telefon az irodájából, uram. Mr. Lloyd Hastings várja. Köszönöm. Köszönöm, hogy ilyen gyorsan jött, Credo. Hogy állnak ma a jó reménység részvények? Hogy állnak? Az összeomlás szélén. Remek, akkor vegyen nekem 20 000-et. Napszúrást kapott, vagy mi? Nem értem, mire gondol. Ó, még valami. Vegyen nekem még 20 000-et Adams névre. Harry Adams. Az a bizonyos? Az hát. Történetesen jó barátom. Kösz, Credo. Később újra hívom. Henry Adams. Halló! Halló! Mi van emögül? Henry Adams, az amerikai milliómos. Oh. Hmm. Végre kettesben vagyunk. Igen, Harry. Távol mindenkitől. Igen, Harry. Most meg kell hallgatnod. Igen, Harry. Porsa. Én nem vagyok milliómos. Persze, hogy nem. A banki egy nem az enyém. Nem is létezik. Az egész dolog merő tévedés, félreértés. Valójában semmim sincs, amit a magaménak mondhatok. Szegény, szegény bárány. Ne, Porsa, ez komoly. Szóval a Bumbles luxus lakosztályában ingyen laksz. Úgy van. És nem kerül pénzedbe az ellátásod se. Így van. És a Szabó merő szívjóságból látott el ezekkel a pompás öltözékekkel. Hát a szívjóságáról nem tudok, de derekason felöltöztetett. Tényleg elvárod, hogy elhiggyem? Ha meghallod, hogyan történt, elhiszed. Nézd. Na, elég legyen a mókázásból. Nem mókázok. Nem vagyok gazdag. Nincs pénzem. Nem vagyok milliómos. Nem viszed túlzásba ezt a tréfát? Ez nem tréfa. Így igaz. Henry, vigyél haza. Nem akarod hallani, hogy épp mi történt? Eleget hallottam. Vigyél haza. Én tökéletesen megértlek, de... Nincs itt mit mondani. Egy pillanat, küldje uram. A számlát a Bumblesba. De csak egy shilling, Mr. Adams. Se baj, küldje oda. Megértem, hogy nem akarsz egy szegény emberhez hozzámenni, de... Sérelmet sérelemre halmozol. Hogy én? Milyen sérelmet? Mintha nem látnék át a mesterkedéseden. Ezt az egész mesét csak kitaláltad. Miért tettem volna? Hogy próbára tedd a szerelmemet. Á, vagy úgy. Na jó, akkor ide figyelj. Érdekel is engem, hogy gazdag vagy-e. De az igenis érdekel, hogy azt hiszed érdekel. Porsa, csodálatos vagy. Te meg szörnyű. És ha nem adod meg a nénikémnek ígért 5 000 fontot, lemondhatsz rólam. Nem megyek olyan férfihoz, aki nem jótékony. És most meghallgatsz, vagy kezed lábod megkötöm. Oh, Harry, tegyél le! Nem, amíg a Bumblesba nem érünk. Te vadállat, tegyél le! Igen,
reménység 20 shillingen áll. Jó reménység 1 font. Maga az Hastings, itt Kredok. A jó reménység 20 shillingen áll. Vegyen. 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 Hát ez volna a történet. És ha visszaviszem szerdán a bankót az öreg uraknak, akkor nagyon... Fiacskám, megint sikerült neked. Győztünk, egy vagyont szereztél, 16 000 fontot. Minden terv szerint történt. Üdvözlöm. Nézd csak, azt hiszem, most, nem hogy kellene... te állsz a bánya mögött, az se fontos, hogy van-e benne arany vagy sem. 20 000 részvényt vettem neked, 2 shilling 3 pennyével. Már 1 fonton állnak. Vont ki, amit befektettél, és tisztán 15 750-ed marad. Ez mind a tiéd az utolsó pennyig. Mondtam, hogy nem bánod meg, öregem, mondtam. Hát, ugye mondtam, Harry? Asa. Mi a baj? Te, bunkó, te balfácán, te idétlen, tapintatlan, te... Henry! Ne! Henry, ne! Nem mehetsz így el, várj! Uram? Miss Lansdowne-t keresem. Sajnálom, uram. Az az utasítás, hogy Miss Lansdowne-t nem lehet zavarni. Nevetséges. Mondja meg neki, hogy Mr. Adams keresi, és nagyon sürgős. Ha szabad megjegyeznem, ezzel csak olajat öntenénk a tűzre. Ez Miss Lansdowne táskája, uram? Igen, ez, de nézze, látnom kell őt. Amennyiben erőszakoskodna, uram, át kell adnom Miss Lansdowne üzenetét, miszerint nem akarja önt többé látni. Sajnálom, hogy nem tudtam finomabban megfogalmazni. Jó napot, uram! 490. 95? És 500. Köszönöm, uram. Nincs mit. És most kérem vissza a régi lakasztályomat. Az lehetetlen, kegyelmes uram. Mr. Adams még itt van. És fizetés a számláját? Ez fel sem merült, kegyelmes uram. Ha felmerült egy angol úrnál, egy úriembernél, egy amerikai széltolónál, miért nem? Ön megkaphatja a Marlboro lakosztályt. Nem, a régit akarom vissza. Ha nem teszük helyükre ezeket a jött-ment jenkiket, még fölén kerekednek. Ez kérem, elvi kérdés. De ez tekintélyes, befolyásos, közéleti személyiség, uram. Lári, fári, honnan tudja, hogy egyáltalán milliómos? Ez csak szóbeszéd? Mi a Bumblesnál a vendég személyét tekintjük, kegyelmes uram, és nem a jövedelmét. Én meg nem fogom eltűrni az inzultusokat. Miféle vendég az, aki még a mixernek se ad borravalót, azaz a szobalánynak? Ez a kis lenné még egy vasat se kapott tőle, ő maga mondta. Ha nem penderítik ki a jövő hétig onnan, én magam teszem. Wilcox? Uram? Hogy áll pillanatnyilag Mr. Adams számlája? 136 font. Múlt csütörtökig. Csak ennyi? Igen, uram. Kád. Tálaló helyiség. Edem, uram, nem volna helyes. Hát meg, Remi. Ne légy ünneprontó. És ha elkapnak? Nem kapnak el, és remek móka lesz. Nem, uram, igazán nem tehetem. Azt mondhatod, én parancsoltam. Rajta, Remi, és szereted a tréfát, igaz? Na de, uram. Hát tedd meg, értem. Nem akármilyen tréfa ez? Azt megiszem, kislány, meglátod. Köszönöm. Tessék! Jó estét, uram! Jó estét! Rock, vidd el ezt a levelet kora reggel a Hampshire House-ba, és magad add át Porsának. Ha nem hozol azonnal választ tőle, nem vagy az, akinek tartalak.
Én köszönöm. Megtettem, uram, megtettem. Mi van? Hát, amit mondott. Mi volt az? Hát a bankjegy. Bravo! Ügyes kislány vagy. Köszönöm, ügyes uram. Kislány. Jó estét, milédi. Jó estét. Jó estét, madám. Jó a régi zene dallamosabb volt, a mostani csupa diszkó. Plegyka, semmi egyéb, mint hírverés. Nálunk elég, ha valaki jenki kihetése beszél, és bár is azt hiszik róla, hogy milliómos, és mindent megengedhet magának. Ha kíváncsi a véleményemre, én nem hiszem, hogy van 1 millió fontos bankjegye. Én mondom, kedvesem, ez az ember egy kalandor. Ne kérdezze, hogy honnan tudom. Egy hozzá nagyon közel álló személy nagyon bizalmas közlése. Sose volt 1 millió fontos bankjegye. Ha ez a Henry Adams milliómos, akkor én Arábia királya vagyok. 1 millió fontos bankjegy nem is létezik. Azt hiszed, hogy... Tudjuk, hogy csak hírverés, de a szerkesztőm tudni szeretné, nem váltotta-e már fel? Még nem. Ha megmutatná a bankjegyet, a címlapon hoznánk le. Minek? Unom, hogy boldog-boldogtalannak mutogat. Hát, ha megtagadná, csak táplálna vele a pletykát. Pletyka, pletyka, pletyka. Mit számít, hogy milliómos vagyok-e vagy sem? Vagy sem. Ahogy gondolja, Mr. Adams, ez így is úgy is sztori. Van itt földrengés, hajótörés, és itt van Lloyd George. Mégis én kellek maguknak sztorinak. Na, jól van, jó. Megmutatom. Rock! Hova tetted a bankót? Hívjam ki a rendőrséget? Ne, nem kell ide mindjárt rendőrség. Vagy értesítsem a bankot? Inkább azt szeretném, ha felhagyna a szimatolással, és elhordaná az írháját. Kifelé! Ne mozduljon, Mr. Adams! Az 1 millió fontos rejtély. A pletyka nyomán, miszerint Henry Adamsnek már nincs birtokában az 1 millió fontos bankjegy. Mi? Riporterünk felkereste tegnap este, és nyomatékos kérésének, hogy mutassa fel a bankjegyet, Henry Adams nem tudott eleget tenni. És mikor hívni akarta a rendőrséget, vagy értesíteni a bankot, Adams visszautasította a két legkézenfekvőbb segítséget. Az angol-amerikai kapcsolatok érdekében Mr. Adamsnek haladéktalanul tisztáznia kell ezt a rejtélyt. Különösképpen, mert köztudott, hogy a londoni társaság tágra nyitotta kapuit ezelőtt az amerikai előtt. Egy szélhámos, ki hitte volna? Ez is mutatja, milyen hiszékenyek vagyunk. Mindig mondtam, túlzásba viszed a jó hiszemséget. Charles, mostantól az ajtónk zárva Mr. Adams előtt. Igen, asszonyom. Ez a helyes beszéd. Különös teremtések a nők. Nekem azt mondta, látni se akarja többé. Ha el akarjuk kerülni a botrányt, nem is szabad. Megyek a Bumblesba. Nem, kedvesem, neked pihenned kell. Megmondom, hová mi, egy vidékre, levegőváltozásra, az majd teljesen rendben hoz. Bármit teszel is, elmegyek Henryhez. Ha közönséges lány lennél, megtehetnéd, de sajnos mi nem vagyunk közönséges család. Elmegyek, Grace néni, nem tudsz visszatartani. Sajnálom, Porsche, de vissza tudlak tartani. Kinyitni! Kinyitni! Nem a
akarom sürgetni, Mr. Adams, de ha szíveskednék rendezni a számláját, elnézést, de már rég időszerűvé vált. Azt mondta, nem sürgős. Nálunk hetenként szokás a számlát rendezni, de önnél boldogan vártunk 3 hétig. Én sem sürgetném, de a munkabérek ijesztő növekedése rákényszerít. 2 úr várja a nappali szobában. Most nem érek rá. Ha méltóztatna fizetni, nem tartjuk fel tovább. Azt mondta, a végtelenségig tud várni. Ez a féle képletes beszéd. Jó, de hogy azonnal fizessek, csak mert nem tudom felmutatni a bankjegyet, ez képtelenség. 136 font nagy összeg, Mr. Adams. Nekem 150 jár. Újabb 3 úr, hagyd beszélni önnel, uram. Nem tudom fogadni őket, nem érek rá. Igen. Nem akarom megtagadni a fizetést, de maga feltétel nélkül helyezett ide. Lehetséges. Maga rámerültette az öltönyeit azzal, hogy akkor fizethetem, amikor csak akarom. Nem álmodom prolongálni a hitelét. Ellenkezik az elveinkkel. Szíveskedjék fizetni. Kérem a számot. Bocsánat, uram, de... Mondtam, hogy el vagyok foglalva. Igen, uram. Rendben van, megkapják a pénzüket. Mindent kifizetek az utolsó penniig. Mikor? Ma délután. Tévednek, ha azt hiszik, hogy az a bankjegy minden vagyonom. Az igazi vagyonom ugyanis egy bányában fekszik. Aranybányában. Rock, gondoskodj róla, hogy Miss Lansdowne mielőtt készhez kapja a levelet. Nos, minden jót, uraim, önök elragadó népség. Olykor-olykor megnézhetnék magukat egy mikroszkóp alatt. Délután kifizetem önöket, uraim. Izgalomra semmi ok. Reménység 5 shillingre esett. A negyedére zuhant. Eladni. 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 Nem. Maradjon csak, megtalálom. Hát itt vagy. Csak hogy megjöttél, megvan a bankom. Kutyaszorítóban vagyok, el kell adnod a részvényeimet. Eladni? Ajándékba se kellenek senkinek. Tönkretettél, végem van. Miket beszélsz itt össze? Magad mondtad, hogy 20 000 fontot érnek. Az tegnap volt. Az ég szerelmére hol az a bankjegy? Megvolt egyáltalán? Persze, hogy megvolt. Hát itt már mindenki megbolondult. Hol folyik ez a felugrik leesik játék? A Throgmorton utcában a tőzsdén. Akkor oda megyek. Hé, hey, Harry, állj meg! Oda nem mehetsz! Harry! Várj, Harry! Harry, ide nem mehetsz be! Idegeneknek tilos! Ha én csináltam a bajt, én tartom a hátam is. Harry, ne! Harry, kidobnak! Harry! Uraim, 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 hagyják, hogy megmagyarázzam. Uraim, hagyják, hogy szóhoz jussak. Van arany abban a bányában. Higgyék el, van arany. 3! Ezek volnának az üzletemberek? Én figyelmeztettelek, ez tradíció. Magával Rockefellerrel is ezt tennék. Mi ez? Mit keresnek ezek itt? Önt, uram. Engem? Nevetséges, ennyinek nem tartozom. Azokkal mi van? Vesztettek a jó reménységen. Vigyázzon, hogy észre ne vegyék a riporterek. Itt vannak? Igen, ugrásra készen. Ne erre, uram. Hátulról. Szíveskedjenek szabadon hagyni a bejáratot. Mr. Adams, megszerezte a pénzt a kínos ügy rendezéséhez. Sajnálom, Lloyd, de kicsit még várnia kell. Várni? Mit akar tenni? A foáé tele van az ön nyomorult áldozataival. Áldozataival? Felét se ismerem. A maga üres bányájának részvényesei és riporterek. A Bams ezt nem éli túl. Részvényesek? Kis részvények. Ezek megmentetik magukat, engem, magát és a bányát.
Csak meg kell győznöm őket, hogy tartsák meg a részvényeiket. Ne aggódjon, Lloyd, meglátja, minden rendbe jön. Nem fog sikerülni, Mr. Adams, ne menjen. Zendülés lesz. Bármi megeshet, ne menjen. Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! A pénzünkről van szó! Amit befektetünk! Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim, én megértem és tudom, hogy mind miattam vannak itt. Hogy önök pénzt fektettek be a Jóreménység aranybányába. És most tudni szeretnék, biztonságban van-e. Nos, mélységesen együtt érzek önök. Mi van a bankóval? Azt mondja meg, hogy milliómos-e vagy sem? Hogy az vagyok vagy sem, most nem tartozik a tárgyra. Az emberek javarészt csak az ön személye miatt investáltak a Jóreménység. Kérem, kérem, hölgyeim és uraim, hallgatnának rám egy percre. Értsék meg, semmi okuk, hogy pánikba essenek. Rövidesen kiderül, hogy igen jó befektetést eszközöltek. Úgy értsük ezt, hogy megtalálták a bankjegyet? Kérem! 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 Mi az ördög folyik itt? Hajtóvadászat, uram. A hitelezők rohamra indultak a pénzükért. Nem beszélj a rébuszokban, beszélj világosan! Henry Adams nem olvasta a lapokban? Azt mondják, sose volt bankója. Úgy kell neki. Ha nem találja meg, meglincselik. Azt nem teszik. Nem brit tempó. Na, ereszten. Az ön helyében inkább hátulról osonnék be. Nem. Én nem osonok. Nem osonok. Kérem, uraim és hölgyeim, hallgassanak rám! Ha előveszik a józan eszüket, és még egy hétig megtartják a részvényeiket, minden esélyük megvan. Ez nagyon is lehetséges, Mr. Adams, de még mindig nem tudjuk, ön valóban milliómos, vagy csak ügyesen forgatja a szót. Na, de hát mégiscsak képtelenség, hogy inkább a hírnevemre spekuláljanak, mint az esélyre, hogy aranyat találjanak. Maga a spekulás, uram. Mind változtat az, hogy mi vagyok én, ha a bányában ott van az arany? A fickó lóvá tesz minket. Kérem, hölgyeim és uraim, nézzünk szembe a tényekkel. Józan felnőttek módján. Hallgassuk meg ezt az embert. Köszönöm, asszonyom. Mi mindig mindenkit meghallgatunk. Uram, minden rendben van. Mi van rendben? A lakosztálya. Visszakapja. Már szólt is Mr. Lloyd, hogy takarítsák ki önnek. Nézze csak, viszik el az öltönyeit, hát nem mókás. Ez már mit jelentsen? Hogy merészeli? Hallatlan pimaság! Azonnal vigye vissza! Ki hallott már olyat, hogy boltosok önbíráskodnak? Hát mit kezel magáról? Benny! Ez már túl messzire ment. Jó dolog a tréfa, de ha egy szabó a számlája kifizetését követeli, az már nem tréfa. Na jöjjön velem! Meggyőződésem, hogy ez az egész hisztéria, vagy minek nevezzem, valójában egy darab papír miatt tört ki. A jó híremet teszem fel rá, sőt, becsület szavamat adom, hogyha megtartják a részvényeiket, vagy még vesznek hozzá, komoly pénzre tesznek szert, az az aranybánya valódi. Így igaz, fiam, és be is tudjuk bizonyítani. Itt van, hölgyeim és uraim, aki a Jóreménység részvényekkel kapcsolatos minden kételyüket el tudja oszlatni, Mr. Lloyd Hastings, aki annyira bízik a... Visszakapja, Mr. Adams, ha rendezte a számlát. És ez beszél itt becsületről, mikor még a szabójának is tartozik. Ez összeesküvés, uraim. Bíróság előtt a helye. Kiforgatott mindenemből. Tönkretett! Elég tételt az özvegyekre! Elég tételt, úgy van. Ne verekedjenek! Ne, kérem, ne verekedjenek, megtiltom! A bankó! A nyavajás bankó! Hol volt? A szőnyege alatt, az én utasításomra. De hát, hogy jutott eszébe ilyesmi?
Nem szeretem a jenkiket. Nem szeretem, amit a pénzükkel művelnek. De amit mi művelünk a pénzünkért, az még sokkal rosszabb. Joga van hozzám vágni a kesztyűjét. Történetesen nincs kesztyűm. Elfogadom a bocsánat kérését. Sportember, kezdem megkedvelni? Mutasd fel a bankot, mutasd meg nekik! Ugyan mutassa meg! Csak ugyan, ez egy derékem. Isten áldja, Mr. Adams, Isten áldja. Amen. Van rá fél óráig, hölgyeim és uraim, hogy még vegyenek! Vegyenek, vegyenek! Veszünk is, veszünk is. Utat kérünk, utat, bocsánat, elnézést. Köszönöm, utat, utat, bocsánat, elnézést. Elnézést. Félreértés volt az egész, uram, mindennek a sajtó az oka, cégünk a végtelenségig szolgálatára. Rendben van. Mr. Adams a lakosztályában pezsgő várja a Bumbles jó kívánságaival. El ne mozduljon, Mr. Adams! Egy hónap elteltével, órára pontosan. Kissé megviselt, de egyben van. Gratulálunk, Mr. Adams. Most, hogy részemről eleget tettem megállapodásunknak, mi volt a fogadás? Nos, barátom, én azt állítottam, hogy az emberekre annyira hat a gazdagság, hogy elegendő egy ilyen kis papír a birtokában. És anélkül, hogy felválta rá, mindenhez hozzájuttak. Míg én azt állítottam, hogy ha eltiltjuk attól, hogy felváltsa, semmi hasznát nem veszi. De ahogy elnézem önt, Mr. Adams, be kell látnom, hogy tévedtem. Soha még ilyen biztosan nem mentem fogadásban. Én mondom neked, ez a bank egy mindenre képes. Még 20 000 fontot is hozott neki a tőzsdén. Mondhatok valamit? Hogy nem, kedvesem. Elismerem, hogy ennek a bankónak nagy a hatalma. De nem egészen igaz, hogy mindenre képes. Mert én Henryt csak is önmagáért szeretem. Tény, hogy ott hagyott, amikor gazdagnak hitt, és csak akkor tért vissza, amikor rájött, hogy szegény vagyok. Valójában a bankó csak közénk állt. Ó, hallod, Oliver? Csak hogy a bankjegy nélkül nem is találkoztak volna. Miért találkozhattak volna véletlenül itt is? Tényekről van szó, kár vitatkozni arról, mi lett volna. A tény pedig az, hogy a bankjegy közéjük állt. Nem olyan mindenható. Nem vagyok biztos benne, hogy te nyertél. Nem, nem. Mr. Adams felváltatlanul visszahozta, és megszerzett mindent, amit csak akart. Annak, hogy a szerelmesek cívódtak, semmi köze ehhez. A bankjegy miatt majdnem elvesztette a lányt. Kocsis! Indulás!